Köszöntöm Önöket, tekintsék meg a mai adásunk tartalmát. A napokban került átadásra a Balázsi autópálya lehajtónál található háromcsillagos Family Hotel. Egy ünnepélyes megnyitó keretében lehetőség volt megismerni a beruházás alakulását, majd mindenki számára alaposan megtekinteni a hotel legfőbb helységeit. A mai délután folyamán került sor a Family Hotel ünnepélyes megnyitójára. Milyen célból került megvalósításra ez a létesítmény itt a Balázsi autópálya lehajtó mellett? Társi Szuleimán vagyok, jó napot kívánok! Mi elsősorban mindenkit várunk a szállodánkba, étterménkbe, de ezek mellett célunk az, aki autópályán jár, bárki jöhet, tranzit utazók, Szeged-Budapest között, Szeged-Kecskemét között mozgó utasok, és természetesen hosszú utakra indult buszokat várunk étterménkbe, meg szállodánkba. Széllal épült a hotel. Szálloda tulajdonosként mennyire vettek részt a tervezési folyamatokban, munkálatokban? Úgy lehet mondani, én szerintem A-tól Z-ig benne voltunk. Sok minden változtattunk. Sajnos voltak olyanok is, néha bontottunk és újból csináltunk. Azért kicsit hosszabb is lett a kivitelezése. Milyen részekre oszlik a hotel, illetve annak területe? Most a hotelünkben háromféle étterem van, az egyik gyors self-service bistro, másik a la carte étterem, és akkor van grill cornerunk, ahol egy látvány konyha jellegű kemence, meg grill lehet találni. Ez meg kinti helység grill terasznak tudunk nevezni. És természetesen vannak szobáink, 65 szobánk, abból valamennyi lakosztály, valamennyi családi szoba és valamennyi standard szoba. Nagyon elegánsra sikeredett a hotelnek a belső kivitelezése. Milyen anyagokat használtak az építés során, és miért? Nagyon sok helyről szállítottunk az anyagokat. Angliából, Németországból, Olaszországból, Spanyolországból, Görögországból, Törökországból, Magyarországról. Mert ha belső építéssel, amikor dolgoztunk, gondolkoztunk, álmodtunk az egészet, vagy nem találtunk Magyarországon olyan anyagot, vagy Olaszországban találtunk, vagy Törökországban találtunk, azért nagyon széles skála anyagnak beszerzése is ezáltal nem volt könnyű. Szóval sok helyről lett szállítva. Milyen érzés, hogy a mai nap folyamán most már véglegesen is átadásra került a Family Hotel? Persze, nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Itt voltunk mindannyian meghívott vendégekkel. Mindenki jól érezte magát, mi is természetesen. Most mi nekünk az végül is az álmaink a mai nap megvalósult, és akkor annak nagyon örülünk. Mit érdemes tudni, mikor nyitja meg a vendégei előtt is a hotel a kapuit? Most már hamarosan, hiszen várunk a jogerős működési engedélyre. Be van adva minden papír, minden megvan, csak ezek kis idő kell, szerintem 2-3 héten belül nyitjuk mindenki számára. A mai délután folyamán került sor a Family Hotel ünnepélyes megnyitó ünnepségére. Kislek szempontjából miért lehet fontos, hogy itt a Balázsi autópálya lehajtónál megépült ez a létesítmény? Hát ha azt nézzük, hogy egy település, ami egyébként járásközpont, és a járásközpontnak fontos-e az, hogy a körülötte lévő kistérségbe, járásába milyen beruházások készülnek, vagy bármi, ami egyéb előre viszi ezt a járást, vagy ezt a környéket, akkor hogy ne lenne fontos. Mindig szoktam mondani, ha a környezetünk fejlődik, azáltal fejlődünk mi is. Vagy fordítva, ha nem figyelünk a környező településekre, nem igyekszünk abban segíteni, akkor az minket is visszahúzhat. Tehát amikor itt mondjuk egy, szerintem nyugodtan mondhatom, 4 csillagos környezetben vagyunk, akkor természetesen ez egy érték ennek a kis térségnek.
Ön ugye tervezőként is jelen van a mai eseményen. Hogyan zajlott az együttműködés a két fél között? Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tulajdonképpen majd az egyik vezető tervező ennek a háznak én voltam. Hát ez már ilyen 2006-os, talán 8-9 évvel ezelőtt induló történet volt. És azt kell tudni, hogy ennek az egésznek az egyik nagyon-nagyon nagy nehézsége, hogy ez egy Natura 2000-es területben van, ez egy tájvédelmi körzet mellett van, és gyakorlatilag itt 2%-os volt a beépítési határ, még hogyha mondjuk Kisteleken a gazdasági övezetbe az autópályára lejövünk, akkor az lehet akár 30, vagy később akár 45%-os beépítés is. Itt közel 37 hektárt vettek meg a török tulajdonosok ahhoz, hogy ezt a nagyságú kubatúrát meg lehessen építeni. Másrészt pedig amiatt, hogy pályázat, meg nagyon sok szakhatóság beleszól ebbe, maga a tervezésnél is az első változat az sokkal lágyabb volt. Itt a régi malomra való kicsit reagálás, ezek a sarkok azok sokkal bástyásabbak voltak, minden egyéb, és sajnos mindegy kicsit abba az irányba egyrészt a megtérülése, másrészt pedig ennek a Natura 2000-es területnek a nagyon szigorú követelményei hozhattak létre egy ilyen kubust, egy ilyen építészeti megjelenést. Megtörtént az első körbevezetés a hotel belsejében. Ön mennyire elégedett a végeredménye? Szerintem, ha azt nézzük, hogy van egy viszonylag letisztult külső forma, szerintem egy nagyon elegáns belsőbe léphetünk. Én legalábbis azt láttam, hogy a belső építészeti dolgok, legyen az a padló, vagy legyen az a falburkolat, vagy legyen az bármely bútor, az nagyon-nagyon igényes. Tehát ha az ember mondjuk vendégként nézi ezt, és jó magam már forogtam több ilyen létesítménybe, akkor tényleg bárhol Európában szerintem nyugodtan megállja a helyét, és ugyanakkor pedig hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a tranzitforgalom, amikor fáradtan belépek, és egyébként annak talán régen a kis motelek meg minden egyéb nem kellett olyan igényesnek lenni, ma már teljesen megváltozott. Az önkiszolgáló étterem, vagy az a bisztró jellegű szintén, ahol gyorsan választhatok, mert ki tudja, hogy melyik nációból érkeztem, vagy melyik országból, mik nálunk a szokásaink. Ezek is nagyon tiszták, és még egyszer nagyon elegánsak. És ebben pont mondtam a tulajdonos úrnak is, hogy nagyon fontos az első benyomása az ideérkezőnek, mert úgy tud utána máskor is egyébként abba gondolkodni, hogy igenis én itt voltam, ez rendben van, és ráadásul tisztának érzem, tehát meg lehet nézni a padlókat. Nagyon fontos az, hogy ilyenkor a tiszta hatása milyen. Tehát nem szőnyeg, amiben a franc tudja, hogy kiporszívozták rendesen, vagy nem, látszik-e, nem látszik-e. És ebben például szerintem tényleg csak gratulálni tudok azokhoz a kollégáknak, tervező kollégáknak, akik ebben ezt a belső építészeti milliót, és azt gondolom Szulajmán és testvérének, két török tulajdonosnak nagyon nagy szerepe van, ők maguk is nagyon igényesek, és ezt nyilván hozták ebben a környezetben is. A mai délután folyamán került sor a Family Hotel ünnepélyes megnyitó ünnepségére. Balázscsa számára miért lehet fontos, hogy itt most megnyílt ez a hotel itt a balázscsai leágazásnál? Én azzal kezdeném a fontosság érzékeltetését, hogy 2006-tól kezdve indult el a munka, aminek a végkifejlete ez a mai átadó ünnepség. 2006-ban találkoztunk először Szulajmánnal, az itt tulajdonosával, aki az autópálya mellett keresett egy olyan lehetőséget, ami jól megközelíthető helyen, lehetőleg az autópályáról látható helyen legyen, és olyan, hogy bármelyik déli ország határhoz közel legyen. És több variáció volt, több település is számításba jöttett, természetesen azok közül, akiknek volt autópálya lehajtója, szeretném azért hangsúlyozni, és hosszas egyeztetés, tárgyalás, jó néhány dolgot bevállaltunk segíteni nekik, mint a tervezésben, engedélyezési eljárásban, és más egyéb dolgok, amiket például most a szennyvízberuházás kapcsán, mármint hogy ide szeretnék kivezetni a szennyvíz csatornát településünkről, ebben is segítkezünk, tehát sok olyan dolog volt, amit teljesen észszerűen be kellett vállalni, és amikor azt láttam, hogy nagy valószínűséggel létrejön egy olyan fejlesztés, ahol jó néhány balázscsainak ad munkát, és most ott tartunk, hogy 40 alkalmazottjuk van, ennek körülbelül fele balázscsai, akkor én azt mondom, hogy egy település életében ez korszakalkotó, és így ezáltal 20 családnak a megélhetésében egy kicsit belesegített, és itt egyértelműen nem csak a település határai
a lényeg, hanem itt az egész térség, a kisteleki járás, a környező települések gazdasági életét felpesdíti. És tehát ezzel együtt még azt szeretném elmondani, hogy egy kicsit ipari parkunkban, gazdaságövezetünkben található ez a létesítmény. És amikor ez az együtt gondolkodás Szulejmánnal elkezdődött, az indukált számunkra egy olyan feladatot, amikor láttuk azt, hogy befektetés baráttá kell tenni településünket, kihasználva azt a komparatív előnyt, hogy van Balástyának autópálya lehajtója, és ez mellé vállalkozásokat telepíteni, és mint az előbb elmondtam, amikkel segítettünk, hál' Istennek, lehet, hogy egy kicsit ez is segítette, természetesen sok-sok pályázat és egyéb magánerős pénzre volt szükség ahhoz, hogy ez ma meg tudjon nyílni. Történt egy körbevezetés itt a hotelen belül, önnek hogyan tetszik a létesítmény? Megmondom őszintén, így teljesen készen még nem láttam. A bebútorzás folyamatában már láttam, akkor, amikor igazából a festés készen volt, bizonyos gépészeti munkák voltak még hátra, meg a bútorok készültek, már akkor is nagyon tetszett, de most így, amikor főleg az esztétika most már az a legfontosabb, hogy milyen színvariációk, ez milyen harmóniában jön össze, és egyáltalán, amikor az ember belép az épületbe, akár az aulától kezdve végignézik minden termet, és amikor a szobákról beszélünk, én azt mondom, hogy ez igaz, hogy azt mondják, hogy háromcsillagos, de vannak olyan lehetőségek, meg vannak olyan dizájnelemek, ami által már szerintem ez bőven benne van, lehet egy kicsit fölött is van a háromcsillagos szolgáltatási lehetőségnek. Egy nemrégiben lezárult sikeres pályázatnak köszönhetően számos új fejlesztéssel bővült az Opus Szerint Nemzeti Történeti Emlékpark. A fejlesztések között új épületek kiállításra és foglalkozásokra alkalmas helységek, valamint új technológiai eszközök, továbbá új tálatok is szerepelnek az újítások között. A pályázat alakulásáról, valamint a fejlesztések részleteiről Kertész Péter, az Opus Szerint Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatója adott tájékoztatást. A mai nap folyamán került sor a Lépbe a múltba történelmi időutazása az Opus Szeri Nemzeti Történeti Emlékparkba elnevezésű projekt záró rendezvényére. Miről is szólt ez a mai nap, illetve egész pontosan milyen fejlesztések kerültek ez idő alatt kialakításra? Egy hatalmas munka végén vagyunk, erről szól ez a mai nap, ez a kis ünnepség és bemutatás, de holnaptól már ezek az attrakciók látogathatók lesznek. Ez a munka 2012-ben kezdődött el. Az Óbusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark akkor nyert el egy pályázatot a Dél-Alföldi Operatív Program keretében, amely több mint 1 milliárd forint pénzösszeget nyújtott az emlékpark fejlesztésére, és ebből több mint 3600 négyzetméter került beépítésre. Nagyon fontos, hogy a bejáratot meg tudtuk újítani, hiszen felépült egy olyan épület, amely most már egy modern pénztárszolgáltatással tudja fogadni az ideérkezőket. A kaput is meg tudtuk újítani, hiszen maga nemében, amikor fölépült az emlékpark, ez a kapu nagyon szép és nagyon modern volt, de azóta már néhány évtized eltelt, úgyhogy egy új modern elektronikus beléptető rendszerrel várjuk az ideérkező kedves látogatókat, és azt gondolom, hogy ahogy belépnek az emlékparkba, rögtön szembesülnek az első nagy attrakciónkkal, a fő beruházással, a látogatóközponttal. Ez a több mint 1800 négyzetméteren megépült látogatóközpont nem csak büféket, mosdókat, ruhatárakat foglal magába, és információs pultot, információs teret, ideiglenes kiállító teret, Hungarikum tárházat, hanem bizony itt most már egy háromdimenziós mozi vetítő terem is kialakításra került. Miért fontos ez? Az ideérkező látogatók nagyon szeretnek sétálni a parkban, de nagyon érdeklődőek gyakran, nem tudják, hogy azok a kiállítások hogyan is kapcsolódnak ide, hogyan kapcsolódnak a parkhoz. Mi azt gondoltuk, hogy ebben a mozi vetítő teremben ezeket a filmeket le tudjuk vetíteni, nem olyan sok, ez 20-25 perces filmekről van szó, ahol egy egész komplex képet tud kapni a parkról. A tapasztalatunk, és elmondhatom az egész mai magyar, vagy talán európai muzeológiának a véleményét is, hogy a látogatók ebben az interaktív világban már jóval kevesebbet olvasnak, már az, hogy vitrinekbe kiállítunk, és oda tárlatok mellé teszünk magyarázó szövegeket, ez a mai okostelefonok világában már
egy kicsit elavult. Ezért is gondoltuk azt, hogy mi bizony most a 21. század kihívásainak megfelelve a kiállításainkat interaktívvá fogjuk tenni, audio guide eszközökkel, hatalmas kivetítőkkel, rövid dokumentumfilmekkel, hogy a látogatók a kiállított tárgyakról így módon is szerezzenek tapasztalatot. A látogatóközpontban egyébként egy több mint 300 főt befogadó konferenciaterem is kialakításra került. Nem titkolt célunk az emlékparkban, hogy az emlékparkot visszalopjuk egy picit a tudományos életbe, hiszen mikor annó még a Móra Ferenc Múzeum tagintézményeként működött a múzeum, a Móra Ferenc Múzeum ellátta a tudományos kutatás, a tudományos háttérmunkálatokat az emlékparkban, és ez hosszú idő után újra kialakításra került, hiszen az emlékpark ugye KFTV alakult az évek során, úgy működött múzeális kiállítóhely, ahol a tudományos háttérmunka egy picit háttérbe került, nem is volt feladata az emlékparknak. A munkatársakkal az volt a célunk, hogy visszalopjuk ezt a tudományos életet, és ennek jegyében, ugyebár nem a projekthez kapcsolódóan, egy múzeumi csoportot is létrehoztunk, ahol neves történészek, néprajzkutatók kutatják nem csak az emlékpark történetét, de a környék történetét is, és ők készítik el ezeket az új kiállításokat, ötleteket és koncepciókat, és ők konferenciákat is szerveznek ennek keretében már. Ugye az elmúlt egy éves munkásságok során több könyv és kiadvány is megjelent ezzel kapcsolatban, és számos tudományos konferenciát is ide tudtunk lopni az emlékparkba. A projekt azért is nagyon fontos volt, hiszen a rotunda épületet meg tudtuk újítani. Négy új kiállítást tudtunk eszközölni, amely természetesen az elmúlt kiállításainkkal összhangban, tematikus összhangba került. Ilyen például, ami nagyon hiánypótló kiállításunk volt, a Feszti Szalon, hiszen az egyik fő attrakciónk még mindig a feszti körkép. Az ide érkező látogatók viszont nagyon keveset tudnak arról, hogy hogyan is készült el ez a feszti körkép, hol is készült a feszti körkép, milyen volt a fogadtatása akkor, mikor megnyitották és kiállították ugye a 1800-as években. Ez a kiállítás kicsit panoptikum-szerűen is bemutatja azt a milliót, ami Feszti Árpádéknál a Feszti villában volt. Itt a ideérkező látogatók találkozhatnak Bródi Sándorral, Gárdonyi Gézával, Jókai Mórral, természetesen fotózkodhatnak is velük, hiszen a bútorok használhatók, illetve hát a bábuk, amíg a beöltöztetett ruhák és a másolatok, úgyhogy nyugodtan meg lehet nézni, meg lehet érinteni, meg lehet tapintani. Már ezt a kiállítás és audio guide eszközzel szereltük föl, illetve itt kerültek kiállításra a Kingyesi tanya eredeti gerendái. Erről a tanyáról annyit kell tudni, hogy annak idején, amikor Vereckén, illetve a Munkásvárhegynél elkészültek a feszti körkép vázlatai, akkor elvitték ezeket a vázlatokat a feszti tanyára, az úgynevezett tündérkertbe, csak így hívták a kortársak, és ott festették meg Feszti Árpád és munkatársai, és hát ott igazából mindenki meg fordult, aki a 19. század második felében számított irodalomban, közéletben, és ők erre a gerendára vicces, tréfás szövegeket írtak. Most ezek a gerendák is ki vannak állítva, és el lehet olvasni, hogy Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Dankó Pista, aki egyébként muzsikált végig a bandájával a körkép megfestése alatt, és a jó hangulatot próbálta ezen a tanyán megteremteni, ott hagyta kézjegyét, és ezt eredetiben megnézhetik a látogatók. A látogatók itt egy picit már ők is kutatóvá válhatnak, hiszen ezeknek a feliratoknak a megkeresése egy picit bevonja őket interaktívan a kiállításba. Erről nem árulok el többet, csak hogyha ide érkeznek, akkor majd úgyis megtapasztalhatják. Ezzel a kiállítással összenyitottuk egyébként a két már meglévő kiállításunkat, amit szintén megújítottunk, a Kisvárosi és Nagyvárosi Promenádot, amely ugyanennek a kornak a hangulatát tükrözi, tehát tematikusan beépült e közé, és körbejárhatóvá vált a rotunda, hiszen az irodaépületeket megszüntettük, azokat a látogatóközpontban alakítottuk ki, és azáltal kiállítóhelyet, kiállítóteret nyertünk. Igyekeztünk az új attrakciókba bekapcsolni most már a játékosságot. Ugye az interaktív játszóterünk is ilyen, hiszen hogyha valaki fölmegy, elkészít egy saját oklevelét, már számítógépes technikával, vagy egy telefonfülkébe beüti a saját születési dátumát,
és megtudhatja, hogy mi történt az ő születésnapján aznap, de történelmi vízekkel is szórakoztathatja magát. Miért is fontos ez? Azt gondolom azért, mert az ide érkező látogatók nagy része kikapcsolódni jön az emlékparkba. Nekünk célunk az, hogy ennek a kikapcsolódásnak a keretében a játszva tanulás módszereit, lehetőségeit kihasználva az ide látogatók úgy távozzanak innen, hogy történelmi, néprajzi, régészet és antropológiai tudásuk azért kicsit fejlődjön, gyarapodjon, vagy esetleg elég annyi, hogyha felkertjük az érdeklődését e felé. Nagyon fontos, hogy az emlékparkba be tudtuk lopni egy picit a középkort, hiszen idáig a honfoglaláskorral és a skanzen a két világháború közötti időszakkal foglalkozott. Célunk az volt, hogy ezt az űrt, ezt a történelmi űrt egy kicsit feltöltve a középkort is be tudjuk lopni az új kiállításainkba. Ilyen például a régészeti numizmatikai kiállításunk, ahol a középkor pénzérméit mutatjuk be, de természetesen a pénzérméken keresztül már megpróbálunk egy picit tematikusan behozni azokat a népeket, amelyek kötődtek a magyar pénzveréshez, gondolok csak a szászokra, vagy a felvidéki cipszerekre, az aranybányák kialakulására, vagy akár az izraeliták kapcsolatához a magyar pénzveréshez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így egy picit nem csak egy tárgyat fogunk tudni bemutatni, hogy lám-lám, így nézett ki például az Anzsu aranyforint, hanem be tudjuk mutatni azt is, hogy milyen történelmi környezetben született ez, és kik voltak azok a népek, akik részt vettek a magyarországi aranybányászatban, pénzverésben. Szintén a középkorhoz csatlakozik a várak csaták kiállításunk, amely amellett, hogy láthatja a korabeli fegyvereket és ruhákat a végvári vitézek korából, multimédiás eszközökön keresztül és háromdimenziós filmeken keresztül bemutatja a Magyarország legnagyobb várainak felépülését, rekonstrukcióját, illetve a hozzá kapcsolódó nagy csatákat. Ezzel szerettünk volna emléket állítani egy kicsit a végvári vitézeinknek is, és így belopni, becsempészni a középkort az emlékparkba. Ez a kiállítás is interaktív, hiszen kiállított fegyverrekonstrukciók és páncélzatrekonstrukciókat az ide látogatók megfoghatják, fölemelhetik, és fel is próbálhatják. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki számára nagy élmény egy 20 kilós láncinget fölpróbálni, és rá a vértet, és megfogni egy kétkezes kardot, hiszen átélhetjük egy picit, hogy milyen testi izomzat is kellett annak idején ahhoz, hogy honvédő elődeink fölmenjenek a vár fokára, és csak akár az iszlám beáramlást megakadályozva megvédjék Magyarországot és Európát ezeken a várfalakon. Ön hogyan látja az előbb felsorolt fejlesztések, illetve kiállítások közül melyik lehet az, ami a jövőben a legnagyobb érdeklődésre tarthat majd számot? Akár a fiatalok körében, ugye a fiatalokról is esett szó, hogy nagyon sokan járnak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Vélemény szerint mindegyik tárlat nagy érdeklődése fog számot tartani, hiszen emberek vagyunk, különbözőek vagyunk, és más érdekel minket. Én biztos vagyok benne, hogy a háromdimenziós mozivetítő termünk folyamatos teltház mellett fog működni. Már van jelentkezés, és a jövő héten zenészek is érkeznek, hogy a konferencia termet egy többnapos tábor és konferencia keretében kihasználják, és hát bevallom őszintén, hogy elindítottunk néhány napja már egy próbaüzemet, hogy minden tökéletesen menjen, miután a megnyitó van, és a hétvégén ide érkező látogatók már néhány kiállításunkat megtekintettek. Én azt gondolom, hogy mindegyikre nagy volt a nyitottság, és nagy volt az érdeklődés, és elmondhatom kollégáim nevében is, akik ezúton is nagyon szépen köszönöm a közelműködésüket, hogy nem szégyenkezhetünk, hiszen európai színvonalú tárlatokkal és múzeális kiállítóhelyként tudjuk fogadni most már az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba az ide érkező kedves turistákat. Köszöntöm a televízió nézőket! Következőkben a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén történt legfontosabb eseményekről fogok beszámolni. Az elmúlt héten három közlekedési baleset történt illetékességi területünkön. Az első baleset az 5-ös számú főúton következett be, június 25-én az esti órákban. Két azonos irányba haladó gépjármű ütközött a követési távolság be nem tartása miatt,
a részes gépkocsi utasa sérülést szenvedett. Kisteleki rendőrkapitányság szabálysértési eljárást kezdeményezett a közlekedési eseménnyel kapcsolatban. A második káresemény Kistelek lakott területen történt, június 29-én a délutáni órákban. Egy személygépkocsi vezetője parkolóhelyen hátramenetet hajtott végre, amelynek következtében neki ütközött egy szabályosan várakozó járműnek. A balesetben anyagi kár keletkezett, a kiérkező rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki az okozó gépjárművezetővel szemben. A harmadik balesetje a lakott területen történt június 30-án a délutáni órákban. A káresemény során azonos irányba haladó járművek közül az elől haladó által felvert kavics a hátsó gépkocsi szélvédőjén dologi kárt okozott. A balesetben személyisérülés nem történt. Bolti lopáson tetten érte elkövetővel szemben került sor rendőri intézkedésre június 29-én a délutáni órákban. A külföldi férfi dezodort kísérelt meg eltulajdonítani egy kisteleki élelmiszerüzletből dolog elleni erőszak alkalmazása nélkül. A lopási kár megtérült, az intézkedés alá vont személy elismerte a tulajdon elleni szabálysértés elkövetését, és a kiérkező rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki vele szemben. Könnyű testi sértés büntet megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a kisteleki rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. Két fiatalkorú személy egy kiskorút bántalmazott 2015. március hónapban az egyik kisteleki intézmény területén, amellyel összefüggésben a kiskorú lány sérüléseket szenvedett. A gyanúsítottak kihallgatását követően az ügyet vádemelési javaslattal a szegedi járási ügyészségre továbbították. Köszönöm szépen a figyelmet! Idén is megrendezésre került a lovas zarándoklat, valamint a fogadható verseny Pusztaszerem. A két lovas rendezvényre ezúttal is nagy volt az érdeklődés, ráadásul az idei lovas zarándoklatra is sikerült egy kis újdonságot is belecsempészni. A júniusban tartott eseményekről Máté Gábort, Pusztaszer polgármestere számolt be stábunknak. Pusztaszeren nemrégiben több lovas jellegű rendezvényre is sor került. Egyik ezek közül ugye a fogadhajtó verseny volt, a másik pedig az úgynevezett lovas zarándoklat. Mit érdemes tudni ezekről a rendezvényekről, hogyan zajlottak? Hát mind a két rendezvénynek több éves múltja van. A hajtóverseny az régebbi időkre tekint, csak volt némi kihagyásunk néhány év tekintetében. Tehát a fogadhajtó versenyünk az idén hatodik alkalommal lett megrendezve, a zarándok napunk pedig negyedik alkalommal. És most volt az első olyan alkalom, hogy a két rendezvény együtt lett megrendezve. Egyik szombaton, másik pedig vasárnap. Milyen résztvevőkkel indult a fogadhajtó verseny? A fogadhajtó versenyre meghívott hajtók jöttek, ez vasárnapi program volt, 15 nevezőnk volt, és ők a nap folyamán két futamban mértek össze az erejüket, ahol pedig összevetésre volt szükség, ott még összevetésben is összemérték a tudásukat. Ugye a másik esemény a lovas zarándoklat volt, ez egész pontosan miről szólt, honnan indult, illetve hová tartott ez a zarándoklat? Igen, hát a lovas zarándoklat igazából első gondolatban ugye egy lovas rendezvény pótlásként jött ötletbe, hogy a hajtóversenyeket nem rendeztük meg, de mégis valamilyen lovas rendezvényt szerettünk volna rendezni, és akkor jött ez az ötlet, mivel többször a Pusztaszeri Közhasznú Lovas Egyesület többször szervezett már kirándulásokat, hogy akkor szervezzünk egy szélesebb körű túrát, és akkor ennek legyen valami célja. És akkor, mivel az elmúlt években napirendre került, most már elég erőteljesen a pusztaszeri katolikus templom építése, így azt gondoltuk, hogy akkor a csíksomlói zarándoklathoz hasonlóan megrendezzük a pusztaszeri zarándoklatot is. Célt kellett kitűzni, célpontot kellett kitűzni, tehát a zarándoklat célja ugye a templom építésnek az igényét
exponáljuk az egyház felé, az úti cél pedig egy közelünkben lévő kegyhely, a Szent Kuti párosrendnek a kolostorához zarándokoltunk el. Milyen hangulatban telt ez a zarándoklat, illetve hogyan kell elképzelni, ugye lovagy zarándoklatról beszélünk, hogyan nézett ki ez az egész esemény? Hát komoly előkészületeket igényel, mert azért ez egy veszélyes közlekedési eszköz, a lovaskocsi, bár lassan megy, de a lovak azért nem mindig kiszámíthatóak, és a különböző környezeti hatásokra különbözőképpen reagálnak, sőt, egymásra is különbözőképpen reagálnak, tehát ezt mindenképpen figyelembe kellett vennünk, tehát nagyon komoly előkészületek voltak, egyeztetések, és hát bizonyos szabályokat is meg kellett fogalmaznunk, hogy a hajtók, a zarándoklaton résztvevők mihez tartsák magukat, és gyakorlatilag reggel egy közös eligazítás után indultunk el, egy pihenőt tartottunk a pálmostorai kistanyán, ott kemencés lángost fogyaszthatott a közönség, illetve ha egyéb inni-enni valója volt még, akkor azt megtehette az ottani büfében, és onnan haladtunk tovább. Délben érkeztünk Szentkútra, ahol Antal Imre atya celebrálta a szentkúti misénket, ez most már ugye negyedik alkalommal történt, és utána ebéd, aztán egy kellemes kis pihenő delelés után indultunk vissza Pusztaszerre. Volt-e bármilyen jellegű újítás a tavalyi zarándoklathoz képest az ideiben? Hát az idén az elmúlt hónapokban nagyon komoly szerveződés volt a Homoktaposok Turisztikai Egyesület részéről, és hát ezt többnyire pusztaszeriek alkotják, ezt a turisztikai egyesületet. Pusztaszer Csengele között a piros túrát már egy viszonylag szép számú túrázó közönséggel tettük meg, és ott vetődött föl az ötlet, hogy mi lenne, hogyha a lovas zarándoklaton egy gyalogos zarándoklat is elindulna. Ugyanis a szabályzata a zarándoklatnak az, hogy bármilyen állati vagy emberi erővel hajtott eszközzel, járművel lehet csak részt venni a túrán, tehát autóval, meg egyéb géppel hajtott eszközökkel nem. És akkor így jött az ötlet, hogy a Turisztika Egyesület verbúvált maga köré gyalogtúrán résztvevőket, és ők bizony már korán reggel 6 órakor elindultak, hogy a déli időre, tehát a mise idejére odaérjenek, és nagyon jól is időzítettek, mert mire a lovasok odaértek, addigra ők is odaértek. Ezen felül volt még egy nagyon érdekes színfoltja ennek a rendezvénynek, szintén emberi erő igénybevételével, Bálint Éva és Frank Tibor személyében, akik személyes barátaim, eljöttek erre a rendezvényre, és mivel ők ultramaraton futók, tehát ők edzésként minden nap egy maratont szoktak lefutni, azt gondolták, hogy hát ők most itt ezt a zarándokutat majd futva fogják megtenni. Hát természetesen ők voltak a leggyorsabbak, ők velünk együtt indultak, de sokkal hamarabb értek Szentkútra, és velünk együtt indultak visszafelé is, és sokkal hamarabb értek Pusztaszerre, sokkal jobb tempót tudtak ők diktálni, és hát meglepetésünkre és mindenki meglepetésére, amikor találkoztunk velük, akkor a fáradtság legapróbb jele sem látszott rajtuk, tehát nagyon fittek és lazák és könnyedek voltak, de hát mondták, hogy őnekik ez a 36-37 kilométer, ez meg se kottyan, főleg nem úgy, hogy három etapba nyomták le, ugye volt egy ebéd közben, meg volt egy pihenő a kistanyán, ők is részt vettek a programon, tehát így ultramaraton futók is részt vettek ezen a zarándokúton. Az elkövetkezendő nyári hónapokra milyen programokra számíthatnak még Pusztaszer lakosai, vagy ugye a járás különböző településeinek lakosai? Hát a nyári időszakra még alapvetően három említésre méltó programunk van. Egyik ugye a tavaly elvetett rozsunkat le kell arassuk. Ezt július 18-ára vagy 25-ére rakjuk, ez még a résztvevők döntésétől függ, ezen a héten el fog dőlni, és a Facebookon meg fog jelenni, hogy melyik napra tesszük. Eredetileg 25-ére terveztük, de előfordul az, hogy egy héttel előrébb hozzuk, illetve 21-én augusztusban lesz
az így learatott rozsból készült kenyereknek a sütése a Puszta Bíróházánál Pusztaszeren, amire szívesen várunk minden érdeklődőt. Ezzel egybekötve ilyen családias, főzőversenyes kis napot fogunk még szervezni. Viszonylag egy csöndes rendezvény lesz, meghagyjuk a nagyobb csindadrattát a nagyobb településeknek, meg a 20-án történő budapesti vagy Kisteleken történő eseményeknek. Megrendezésre került a korábban beharangozott első sakkverseny az X szervezésében. Az első alkalomhoz képest egész szép számban érkeztek érdeklődők a versenyre, hogy összemérjék egymással sakktudásukat. A sakkverseny mellett a Dász Liga első fordulójára is sor került. A két esemény eredményeiről, valamint a további esedékes rendezvényekről Bácskai Dániel, az Ifjú Kisteleki Szövetségének elnöke tájékoztatta stábunkat. A múltkoriakban már beszámolhattunk az X aktuális rendezvényeiről, melyből pár már megvalósításra került, ugye a sakkverseny, illetve a Darts Liga első fordulója. Hogyan zajlottak ezek az események? Hát mind a kettő rendezvényünk június 27-én került megrendezésre. A sakkversenyt reggel 9 órakor kezdtük, és délután 3-ig tartott. A dárt verseny pedig este 6-kor kezdődött a nevezés, és 7:30-tól kezdődtek az összecsapások. A darts versennyel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy ez volt ugye az első forduló. Ez azt jelenti, hogy ez egy 4 fordulós kvalifikálós verseny lesz. Itt aki a fordulók alatt első helyezést ér el, az egyből bejut a döntőbe, ami augusztus 22-én lesz. Aki pedig második, harmadik helyezést szerzett, vagy az alattit, ők is kaptak bizonyos pontszámot, és indulhatnak mindegyik fordulón, innentől kezdve pedig ők is esélyesek arra, hogy bekerüljenek a döntőbe. A sakkverseny reggel 9-kor kezdődött, 27-én ugye, és igazából a versenyzők száma az 9 fő volt. Nagyon örültünk ennek is, ugyanis a mi szemszögünkből nézve mi úgy látjuk, hogy nincs olyan hatalmas kultúrájét Kisteleken a sakknak összeszervezve, összerendezve. És hát egy versenyt hirdettünk ki ugyebár a helyezésekkel kapcsolatban. Annyit szeretnék mondani, hogy első helyezett Kis János úr lett. Ő egy 79 éves úriember, már több mint 30 éve sakkozik, és hát fantasztikusan ügyesen játszott, ott a srácokat, lányokat tanítgatta, mondott nekik egy-két jó tippet is. A második helyezett Buri Gábor lett, a harmadik pedig Pataki Ferenc. A sakkverseny arra is jó volt, hogy láttuk azt, hogy mégiscsak mekkora érdeklődés van arra, hogy legyen egy rendezett sakkultúra Kisteleken. Sajnos voltak olyan emberek, akik nem tudtak eljönni, nem tudtak itt lenni az adott napon, azonban azt mondták, hogy ha egy sakkört szervezetten létrehozunk Kisteleken, akkor ők vevők arra tulajdonképpen, hogy eljárjanak. Az idősebbek, akiknek már nagyobb a rutinjuk, nagyobb a tudáskők, a fiatalokat taníthatnák, és most kezdi ez az egész magát kiforni, hasonló szisztémában, mint ahogy a darts forta ki magát. A közeljövővel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy július 11-én lesz újra Darts Liga, a második forduló akkor kerül megszervezésre, emellett pedig júni 18-án lesz Kisteleken újra arabest, hastánc bemutatóval, arab ételek kóstolásával, arab zenével és az arab kultúráról előadással, de értesíteni fogjuk a Kistelek TV-t és a nézőket egyaránt. Ugye a nyár beköszöntével lehet esetleg számítani az X-nél is valamilyen jellegű táborra? Igen, lehet számítani. Az augusztusi hónapban 3 tábort is szerveztünk az elsőtől hatodikos osztályosoknak. Lesz egy kreatív gyermektábor, lesz egy napközi tábor az ifjúsági házban, és lesz egy retro tábor. Mindegyikre még nyitott a jelentkezés, még lehet jelentkezni június utolsó napjáig. A kreatív táborban gipszfestés, arcfestés, hennafestés, origamizás, vetítés, fagyizás várja majd a gyerekeket. A retro táborban kicsit visszarepítjük őket a 90-es években, tulajdonképpen az én korosztályom, meg a mi korosztályunk fiatal korába. Kipróbálhatják a sárga játékos régi tévéjátékot, flipperezni visszük el őket, olyan társasjátékokat és olyan programokat szervezünk nekik, amit a 90-es években felnőtt fiatalok tudnak, hogy ők ezzel töltötték még az idejüket, ugye nem volt internet abban az időben semmi, szóval megoldottuk úgy, ahogy tudtuk a szórakozást. A napközi tábor pedig az arról szól, hogy darts, csocsó, biliárd, pingpong, mindenféle sportot fogunk nekik majd mondhatni, oktatni, és azzal leköthetik magukat, és úgymond megvan oldva az, hogy a gyerek tényleg nyáron szórakozzon és jól érezze magát. Most következő mesefelolvasásunkban a Mennyit ér című magyar népmesét hallgathatják meg a gyerekek Molnár Éva előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Mennyit ér? Népmese.
arra lefelé, hogy egy kicsit felfelé, Tiszántúl, Dunántúl, hol a kurtafarkú malactúr. Volt egyszer egy király, s annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseperedett, hogy cselekedni kezdett már a bajuszuk is, azt mondja nekik a király. No, édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot. Elindult a három királyfi, három szép paripám, mentek hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül, hol felfele, hol lefele, de mindig csak előrefele. Addig mentek, mendegéltek, míg egyszer csak egy rettentő hatalmas nagyvárosba nem értek. Kérdik mindjárt a város szélén egy fiútól. Hé, fiú, miféle város ez? Feleli a fiú. Ez a Fehér Király városa. Megörültek a királyfiak, hogy a király városába értek, és mentek egyenest a király palotájába. Ott is mindjárt a király elé, és elmondták, hogy kik és mik ők. Örvendezett a Fehér Király a fiúknak, mert erős barátságba volt az apjukkal. De hát még a királyfiak örültek, csak igazán, mikor meglátták a Fehér Király lányát. Sok szép lányt láttak már a hazájukba is, de ilyen szépet még egyet sem. Persze körbe fogták mind a hárma, kellették magukat, s ahogy a vacsorának vége volt, mind a három bement a király szobájába, és megkérték a leányát, mind a hárma. Hát én most melyik őtöknek adjam? Tépelődött a király. Hely, csak volna még két lányom! Mit csináljon? Egyiket se akarta magára harakítani. Hát, azt mondta nekik. Halljátok, fiúk, én most egyik őtöknek sem adom a lányomat, hanem menjetek tovább, amelyik magához egy esztendőre a leghasznosabb dologgal tér ide vissza, azé lesz a lányom. Itt a kezem, nem disznóláb. A fiúk kezet csaptak, s még hajnalban útra is kerekedtek. Együtt mentek, amíg egy nagy, rengeteg erdőbe nem értek. Itt az út éppen három felé ágazott. Megegyeztek hát, hogy hárman három felé mennek, s majd egy esztendőkor ilyenkor találkoznak ugyanezen a helyen. Elváltak békességgel, ment ki a maga útjára. Sok-sok országot bejárt mind a három fiú, mindent jól megnéztek, megvizsgáltak, egy-egy dolgot meg is vettek. Aztán eldobták, mert annál még hasznosabbra akadtak. Hanem telt, múlt az idő, vissza kellett már fordulni. Egy-egy dologban mégiscsak megállapodott mind a hárman, s mire az esztendő letelt, visszakerültek abba a rengeteg erdőbe, ahol egymástól egy éve elszakadtak. Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, melyik mit hozott. A legidősebb mondta. Nézzétek, én egy olyan messze látó üveget vettem, hogy a világ végére is el lehet vele látni. Most a középső szólalt meg. Én egy olyan köpönyeget vettem, hogy csak belé kell csongolyodni, oda repít egy szempillantás alatt, ahová csak parancsolom. A harmadik pedig azt mondta. Én meg egy olyan narancsot vettem, hogyha halottnak még nem telt el 24 óra halála után, az óra alá kell tartani, és egyszerre fölébred. Ahogy ezt így elmondták egymásnak, a legidősebb belenéz a messzelátójába. Hát, Uram Jézus, csak majdnem kiesik a kezéből a ilyettébe. Talán bizony rosszat láttál, kérdezik a testvérei. Jaj, ne is kérdezzétek, holva fekszik a király kisasszony? Belenéz, a másik kettő is a messzelátóba, hát csak ugyanigaz. Holva feküdt a szép király kisasszony? Hamar, hamar, kiáltott a középső fiú. Bújjatok ide bele a köpönyegembe, egyszeribe ott leszünk, hát ha még fel lehet támasztani. Belebújtak a köpönyegbe, hopp, már ott is voltak a király palotájában. A legkisebb királyi előveszi a narancsot, a király kisasszony óra alá tartja, s lám, egyszeribe felpattan a szeme, a szája is mindjárt mosolygott. Nagy volt az öröm, voltám, de nem sokáig, mert a királyfiak összevesztek a lányon. A legidősebb azt mondta,
Engem illet, mert én láttam meg, hogy holva fekszik. A középső mondta. Az bizony megláthattad volna, ha nincs az én köpönyegem? Még most is az erdőbe volnánk? Engem illet a leány. Úgye, mondja a legkisebb. Hát aztán mit érnének azzal? Az egyik megtalálja, a másik ide röpíti, de nincs a narancs. Nem tudott igazságot tenni köztük a király. Össze kellett hívassa az ország bölcs embereit, hadd tegyenek azok igazságot. Ezek aztán összeültek, 7 nap, 7 éjjel tanácskoztak, és egyszerre csak azra beszédre jutottak, a 7. nap reggelire, hogy a legkisebbik királyfit illeti meg a király kisasszony keze. Ebben megnyugodtak, a legkisebb örült, a többiek megnyugodtak, s úgy járták a kálai kettős az öccsük lakodalmá, hogy csak ott döngött belé a palota földje. Egyszer csak a nagy vigasság közben előveszik a legidősebb fiú a messzelátóját. Belénéz, kuk, gyere, 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 köpönyeges öcsém, nézz belé, mit látsz. Látok, mondja, 2 szép lány, mint 2 ragyogó csillag. Noha látsz, bújjunk a köpenybe, nézzük meg őket közelebbről. Még meg is gondolták jól, már nem is ott is voltak, azám a király leánya volt a 2 szép lány is. Megkérték a kezüket, adták, vitték, köpönyekbe rakták, meg sem álltak hazáig. Hazaért ekkor az öccsük is a feleségével. Még csak most volt ám nagy lakodalom, a sánták is rúgták a port, ahogy tudták. A tál, tányér elég volt, ételital kevés volt, mégis minden jó volt. Véget ért a Lépj be a múltba történelmi időutazás az Ópusz szerint Nemzeti Történeti Emlékparkban. Elnevezési pályázat és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések kivitelezése. A munkálatok során új épületekkel, valamint korszerű helységekkel bővült a neves intézmény. Egy körbevezetésnek köszönhetően most lehetőség nyílik önöknek is megismerkedni a fejlesztések mindegyikével, legyen szó az új és korszerű konferenciateremről, vagy éppen egy modern technológiai eszközöket alkalmazó színvonalas kiállításról. Először a Hungarikum tárházba érkeztünk most el, amely Hungarikum tárház lehetőséget ad számunkra arra, hogy bemutassuk nemzeti értékeink legjobbát a hozzánk érkező vendégeinknek. Ha most körül tetszenek nézni, Rózsa Sándor az Alföld talán egyik leghíresebb személyiségéhez kapcsolódó kiállítást tekinthetnek meg, amelyben a legendás Betyár király életéről, illetve a korszakról, valamint a tárgyi kultúra jelentős részéről láthatnak egy kiállítási anyagot. Ez a Hungarikum tárház lehetőséget biztosít számunkra ahhoz is, hogy időszakos kiállításokkal az emlékpark látnivalóinak sorát tovább tudjuk színesíteni, magyar értékeinket, nemzeti tárgyainkat, nemzeti fő értékeinket meg tudjuk mutatni a hozzánk érkező emberek számára. Ebben, ahogy láthatják itt, jelenleg is ugye a kiállítás valamit megmutat abból a sok mindenből, amely nagyon-nagyon színes és nagyon-nagyon értékessé teszi nemzeti kultúránkat. Én csak annyit tennék még hozzá kollégámhoz, hogy itt nem csak hungarikumokat fogunk bemutatni, mint ahogy most sem azt tesszük, mivel én ezt értéktárháznak is nevezem, hiszen most, hogy hungarikummá váljon valami, először be kell kerülni a megyei értéktárakba, majd onnan a megyei értéktárbizottság felterjeszti az országos értéktárakba, és onnan lehet valami hungarikum. Most ez a kiállítás tulajdonképpen a karikás ostort öleli fel, és a hozzá kapcsolódó betyárvilágot szerettük volna bemutatni itt a Délalföldön. Igazából a karikás ostor nemrég került be a megyei értéktárakba, tehát reméljük, hogy nem sokára hungarikum már fog válni. A következőben a szegedi papucsról, ami már hungarikum, illetve a pikszalámiról szeretnénk itt kiállításokat eszközölni. A bánfi szóda lesz majd a negyedik olyan elem, amit szeretnénk itt bemutatni a látogatóknak. Ez mind-mind hungarikum, de hogy a tematikában megyünk előre az évek során, szeretnénk minden olyan terméket bemutatni, egyrészt a környékről, amelyik megyei vagy országos értéktárba kerül, illetve más megyék értéktáraiból is szeretnénk válogatni és szemezgetni. Úgyhogy ha bárkinek bármilyen ötlete van a megyei értéktárakból, láttam itt pár kollégát, akkor nyugodtan fordulhat az emlékparkhoz, és itt ideiglenes kiállítások keretében be tudjuk mutatni a látogatóknak, hiszen azt gondolom, hogy az emlékpark több százezres látogató tömege előtt mindenképpen egy jó reklám lehetőség is ez az értéktáraknak, illetve a hungarikumoknak.
És akkor fáradjunk tovább. Az emlékmarad szakmai csoportja a Pakulis Gyengéllátó Csongrábenyi Egyesületével együttműködve alakította ki ezt a kiállítást, arra törekedvén, hogy minél szélesebb rétegek számára tudjunk élményszerű tapasztalásokat biztosítani. Ebben a kiállításban áldáskárosult vendégeink is érzékelhetik, tapasztalhatják és tapinthatják a magyar történelem és a magyar múlt nagyon fontos, illetve kultikus különböző tárgyait. Ezen tárgyakat úgy válogattuk össze, hogy minden korszakból a legbeszédesebb, leginkább nagy jelentőségű tárgyak kerüljenek előtérbe, és váljanak azok számára is tapasztalhatóvá, akik különféle látás problémákkal rendelkeznek. Ebben az egyébként foglalkoztatónak is készített, illetve kialakított térben többek között megtalálhatják a rovásfinás betűi, vagy más korszakból szovjet harckocsikat, illetve a Magyarországot ért területi veszteséget is tapasztalások útján tudják érzékelni, illetve megtapasztalni azok, akik a trianoni Magyarországhoz kapcsolódó kirakóst veszik méltóba. Külön felhívnám figyelmüket a mögöttünk látható viselettörténeti részekre, hogy ezek a magyar történelem nagyon fontos korszakainak talán leginkább jellemző viseletet öltő katonai alakulatai. Itt például láthatjuk a honfoglaló lovasiász mellett a kiváló oszmály janicsárokat, vagy a grúz brigadéros, illetve egy Miklós huszár is felöltöztetésre került ebben a kiállítási részben. Multimédiás játszóterünkbe, amely egy picit könnyedebb, azonban élményszerűségében mindenképpen kiemelkedő foltját képez az emlékparknak. A különböző kiállításokban szerezhető kulturális élmények után egy picikét játékosabb módon teszi mindenkinek lehetővé azt az élményt, hogy a kiállításokban megtanult új dolgokat, ismereteket adott esetben akár próbára tudják tenni, illetve játékos formában nemtől és korosztálytól függetlenül új ismereteket tudjanak szerezni. Ez a kiállítás a modern technika egész tárházát vonultatja föl, nagyon sok attrakcióval várjuk látogatóinkat. Külön ki szeretném emelni a kiállítás kapcsán, hogy nem csak hogy minden korosztály megtalálhatja maga számára érdekesnek vélt, érdekesnek talált különféle szórakozási lehetőséget, de ahogy láthatják, ugye kiállításaink teljes egészében összekötik a rotundát, így módon teljesült az a régóta dédelgetett vágyunk, hogy egy egész kiállítási egységet és egyben körbejárható szinteket tudjunk a látogatóink számára biztosítani. És hogyha megengedik, akkor én egyesével néhány szót minden egyes itt található, egyébként nagyon-nagyon érdekes és tényleg igazi élményt adó játékunkról szólnék. Első itt egyből mellettem az oklevél generátorunk. Itt mindenkinek lehetősége van, hogy egy picit a középkori szkriptorok bőrébe bújjék, és ugye a modern technikával ezt ötvözve saját maga számára birtokadományozó házassággal vagy köszöntő oklevelet tudjon készíteni. Itt a kitöltött oklevelet el tudjuk küldeni saját magunk számára, avagy meg tudjuk tenni azt, hogy a Facebookon posztoljuk. Jó. Most egy köszöntő levelet fogok az igazgató úrnak elküldeni, amelyet ugye láthatunk, hogy el is készít a program, és hogyha megadom igazgató@opusztaszerv.hu címet, amit ha nem rontok el, akkor néhány pillanat múlva igazgató úr készülékén láthatjuk is az elkészült oklevelet. Az egész rotunda épületében wifi hálózat került kiépítésre. Ugye egyrészt, hogy ezeket az eszközöket tudjuk működtetni, másrészt pedig ez már mindenképpen elvárható egy 21. századi múzeumtól. Miért is fontos, miért is került be például ez az oklevél generátor? Azt gondolom, hogy amellett, hogy egy jó játék lesz, és mindenki játékosan elkészíteti a saját birtokadományozási, házassági, közép oklevelét és minden más mellett. Azért nagyon fontos tudni, és itt a kollégák el is fogják mesélni, hogy annak idején ugye a kormányhivatalokként a hiteles helyek működtek, tehát ez nem új keletűek ezek az intézmények, hiszen tudjuk, hogy itt a magyar már az Árpádházi királyok óta az írásbeliség él nálunk, úgyhogy hogyan is alakultak ki tulajdonképpen azok a hivatalok, és amiknek tulajdonképpen manapság is mindennapos vendégei vagyunk, és hogyan készültek a
akkoriban az oklevelek. Meg is érkezett. És itt van, bár még a kére várjon felirat van, de itt van egy oklevél, tehát ez így átküldi. A magyar állam életében nagyon-nagyon fontos volt az, hogy meg tudjuk szilárdítani akár diplomáciai úton is a Közép-Európában elfoglalt pozíciónkat, illetve országunk önállóságát így módon meg tudjuk erősíteni. Ehhez nagyon sokszor dinasztikus kapcsolatok kiépítésével éltek a korabeli államokban, nem csak Magyarországon, de elmondható ez igazából Európa szerte. A kiállításunk pedig azt próbálja bemutatni, hogy milyen időszak, különböző időszakokban milyen politikai kapcsolatokat próbáltak házassági útvonalak révén kialakítani a magyar királyságban. Több királylány neve is szerepel, amelyek oly módon kerülnek bemutatásra, ugye először is kiemelném kolléganőm által nagyon komoly kutatások után elkészített rajzokat, amelyek ábrázolják számunkra azokat a királynőket, illetve királylányokat, akiknek életéről, illetve bármi más információval rendelkezünk. Itt néhány soros kis összegzést lehet találni az ő életükről, illetve elmondja a szöveg azt, hogy hova házasodtak be. Majd miután a gombot megnyomjuk, 10 másodpercre kivillan az a LED fény, amely azt a helyet ábrázolja a térképen, amely megmutatja számunkra, hogy Magyarország királylányai a különböző korszakokban hova mentek férhez. Ugye itt igazából közel 20, illetve több mint 20 királylány személyiségek közül választhatunk. Így módon az ő életükben nyerhetünk egy nagyon-nagyon érdekes ponton keresztül betekintést. A születésnapját más szemszögből is megvizsgálhassa. Ugye sokszor előfordul a történelemben, a különböző fontos események egymástól akár több évszázadnyi távolságra, de ugyanazon a napon esnek meg. Így vagyunk mi ezzel a születésünkkel is. A telefonfülke ajtaját kinyitva egy távbeszélőt vehet mindenki kézbe, amelyen a születése idejének hónap-nap formátumú dátumát bebillentyűzve, majd a gombot a tárcsa közepén megnyomva a beszélő felsorolja számunkra azt, hogy milyen fontos események történtek a világban azon a napon, amelykor ugye mi is megláttuk a napvilágot. A kiállításunk így módon ugye ismeretet is ad, másrészt viszont nagyon érdekes szemszögből mutatja be a világ történelmének bizonyos részeit. A 19. században kiemelkedő férfiak és, mint ahogy majd láthatjuk, hölgy is a világ jelentős területeit bejárta itt Magyarországról elindulva. Ez a kiállítás nekik állít emléket. Ugye a legnagyobb világutazóink életútjával ismerkedhetünk meg néhány mondatban, majd ugye közelebb lépünk és megnyomjuk a hozzátartozó gombot, a világ térképen láthatjuk azt a hatalmas útvonalat, amelyet ők megtettek, illetve ugye ezeken a területeken is öregbítették a magyarság hírnevét. Választhatunk különféle nagy kutatókat, keletkutatótól kezdve olyan magyarokkal ismerkedhetünk meg, akik tényleg a világ minden táján bejárták, illetve ugye az ő hozzájuk tartozó szövegek elmesélik néhány mondatban rövid életútjukat. És az utolsó, hogy én azzal nyitottam, hogy itt nem csak játszani lehet nálunk, hanem már megszerzett történelmi, illetve más jellegű ismereteinket is próbára tehetjük. Feladatunk mindösszesen annyi, hogy a program játékát felhasználva a különféle kérdésekre válaszolnunk kell. Most éppen képes kérdés van, hogy megpróbálok keresni egy szöveges. Például ki uralkodott Franciaországban, amikor Bodát felszabadították a 150 éves török uralom alól? Lajos Fülöp, 14. Lajos vagy Kápet Hugó. 20 kérdésen keresztül próbálhatjuk ki történelmi jártasságunkat, majd a végén a játékprogram egy összeesítést, egy értékelést fog kiadni, amelyben mindenki láthatja, hogy hány kérdésre tudott helyesen válaszolni. És hogy ne legyen unalmas a játék, egyrészt a nagyon bő tárházból, egy nagyon bő kérdéssorból válogatja ki, generálja automatikusan, természetesen nagyon ritkán ismétlődően a program a feltett kérdéseket, illetve a program készítői nem közülik azt, hogy mely kérdéseket rontottuk el, így mindenkinek végig kell gondolni azt, hogy esetleg a következő alkalommal találkozik a kérdéssel, vajon valóban jó választ adott-e rá, avagy melyiket kell, hogy kijavítsa.
numizmatikával foglalkozunk. Ugye az érmet a nagyon fontos, remekül kiegészíti a történészek munkáját, ugyanis az érmék ugye kiválóan datálhatóvá teszik múltunk fontos eseményeit. A kiállításban azt láthatjuk, hogy az Árpád korban milyen külföldi népek, milyen nagy hatással, illetve a hatásuk mely területükön mutatkozik be a magyar érmet annak. Illetve ugye különféle régészeti hagyatékokat is láthatunk, amelyek a bizonyos korok a már általam említett kiváló datálási képességgel rendelkező érmét mutatják be. Nagyon fontos kiállításunk abban a tekintetben is, hogy nagyon speciális témát is érint, ugyanis ha a címét megnézzük, régészet és numizmatika, már el is árulja számunkra, hogy bemutat egy nagyon-nagyon speciális témát, egy speciális szemszögből mutatja be az érmetant, ugyanis annak a régészettel való kapcsolatára is külön figyelmet fordít. Kiállítási egységünkben meg lehet tapasztalni, illetve meg lehet látni a különféle éremleleteket, illetve az úgynevezett éremkisleletek előfordulását, azok előkerülését tudjuk a látogatók számára bemutatni. A terem túlsó részében dokumentumfilm segítségével a régészet rejtelmeivel is tudjuk egy picit betekinthetővé tenni a látogatók számára, illetve alkalmas a térség múzeum pedagógiai foglalkozások megtartására is. Ahogy láthatják, eléggé színes forma, illetve képi világot terveztek ide a kiállítás megálmodói. Ugye kiragadott, külön fölnagyított pénzérmék másolatai, illetve a vitrinekben is, és a mögöttük található feliratokban is azokat láthatjuk, amelyek ugye a kort datáják, illetve a kort érmetani szempontból leginkább jellemzik. Hogy mindenki testközelből egy picit bele tudja élni magát ebbe a végvári életbe, a kihelyezett, fölpróbálható eszközök segítségével képet kaphatunk arról, hogy micsoda fizikai igénybevételnek voltak ezek az emberek kitéve. Ugyanis az igazgató úr mellett láthatjuk ezt a fölpróbálható láncinget, amely bizony hát nagyjából egy 20-25 kg, és a felszerelés csak egy picike aprócska részét jelenti. Ebben a kiállításban is múzeumpedagógiára kiválóan alkalmas elemeket találhatunk. Ugye remekül illeszkedik a közegbe a már működő Ezer év a hadakútján című foglalkozásunk, amely nagy-nagy népszerűségnek örvend szerencsére a hozzánk érkező körében. Így módon mindenki számára be tudjuk mutatni a magyarság dicső hadtörténetének egy-egy kiemelkedő periódusát. A tárnak másik része a várállott, most kőhalom, ezeknek a valamikori váraknak az építés történetét, illetve kultúrtörténetét mutatja be. Több televízió nagyon fontos várainknak, mind főúri magánváraknak, mind királyi váraknak a történetét hosszú és dicsőséges múltjának egy-egy fejezetét kiragadva háromdimenziós rekonstrukciókon keresztül láthatjuk azok felépültét, azok bővülését, majd fénykoruk leköszönése után azok pusztulásáról is különféle információkat tudunk megtekinteni. Akinek esetleg kedve van, én azt javaslom, hogy mindenki próbáljon egy picit a kiállításban, hogy egy végvári vitézzé válni. Tehát nem véletlen, hogy a korabeli lovagoknak is voltak fegyverhordozóik, hiszen ezeket a fegyvereket egyedül nem lehetett felvenni. Úgyhogy ez egy 22 kilós láncing. Ugye ehhez jött a vaskesztyű, a lánckesztyű, a ütéseket. A mellvér. Ezt az öltözetet így vértel együtt nagyon jól meg lehet figyelni a festményen, a Dugovics Titus festményen. Több. Hasonló. És bár hallottuk az előbb, hogy ez egy pallós, ez nem pallós, ez egy egykezes kard. Ugye. És valóban az ideérkező kedves vendégek maguk is egy kicsit végvári vitézzé válhatnak, és átélhetik azt az élményt, milyen volt ezt a felszerelést viselni, amikor elődeink, vitéz előeleink a várfokra hágtak föl, hogy az iszlám támadások ellen és sok más támadás ellen védjék hazánkat és védjék Európát. Műhelyeket, raktárakat, a műszaki csoportunknak az irodái, öltözői, zuhanyzói foglalja magába. Az épület egy középkori udvarház mintájára épült föl, de szeretném bemutatni Murka Istvánt, a tervező főépítést,
és arra szeretném megkérni, hogy István egy pár szóban mondja el, hogy mi alapján tervezte meg ezt az épületet, és mi ihlette ezt az épületet. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Elsősorban talán a telepítés, hogy miért jöttünk, miért autóztunk ennyit, azt mondanám el. Fejlesztési koncepción próbálkoztunk egy közép- és hosszú távú koncepciót összeállítani, melynek az lett volna a lényeges eleme, hogy ketté tudjuk választani a látogatói és a kiszolgáló forgalmat. Azok a funkciók, amik ide kerültek, egy olyan kapcsolással hoztuk ezeket létre egy döntés során, hogy a látogatóközpont helyén eredetileg álló műhelyek, régi toldott-fogott műhelyek, öltözők, személyzeti öltözők helyére kerülhetett ugye a látogatóközpont, ott volt a igény a helyre, és hogy átrakjuk ezeket a műszaki karbantartási funkciókat úgy, hogy azért be tudjunk csempészni valami fajta látogatóknak is a műszaki épülethez kapcsolódó programokat. Ezeket a programokat aztán a múzeumpedagógusok dolgozták ki, azokat majd végig tudjuk nézni. Az épület egy nagyon egyszerű tömegképzése, egy zárt belső udvart képez, fűtött műhelyekkel, raktárakkal, szükség szerint van egy fűtött raktár, illetve fűtötten épített részsel, valamint a irodablokk és a szociális blokk. Az épület a kézi munkát próbálja visszahozni. Egy nagyon egyszerű vakolt, nagyon egyszerű épületről beszélünk. Szemben a mondjuk a látogatóközpont épületével, amely a Szegedi kapunak és a Rotunda kortársép maga nevében kortárs épületeinek a tartozó vonulatával jelenik meg. Az a terület a kortárs építészeté, utána ugye jövünk a történelmi területen keresztül a monostoromon, majd a századfordulós, ugye a Csongrád megye népépítészetét bemutató skanzenen, ez inkább ebbe a vonalba tartozik. Úgyhogy talán ennyit mondok erről az épületről. Köszönjük szépen! Tehát amellett, hogy itt azért a műszak, műhelye és raktárak is helyet kaptak, és az öltözők, mind a mellett szerettük volna ezt is aktívvá tenni. Egyrészt azért, mert a látogatók valóban érdeklődnek az iránt, hogy hol folyik az a tényleges munka, ami biztosítja számukra az élvezetes és gondtalan látogatást, akkor be tudjuk mutatni, és méltó körülmények között tudjuk bemutatni, és méltó körülményeket tudjuk teremteni az itt dolgozóknak, de belecsempésztünk ebbe is kiállításokat, és olyan elemeket, amivel ugye ezt az időszakot, vagy azt az időt, amikor ide jönnek, hastosan eltölthetik. Most már hál' Istennek náluk adja tovább, adja át ezeket a hagyományokat, és ez a tér lehetőséget biztosít most már arra, hogyha valaki akár több napot eltölt itt az emlékparkban, a kempingben, akkor ne csak kiállításokat nézzen, hanem tanuljon is szintén, és itt a kollégák, hiszen Gábor is, amellett, hogy kitűnő zenész, és a népművészet ifjú mestere, Gábor, és nem csak a csempekájha és a kemencerakás nagy tudósa, de a fafaragásnak is nagyon jeles szakértője, tehát itt most már be lehet jönni a kedves látogatónak, természetesen ide előre be kell jelentkezni, tehát egyénileg ide nem lehet kilátogatni, de bemutatjuk nekik az eddig zárt háttérmunkákat, és itt elleshetik azokat a technikai fogásokat is, amely ehhez a népművészethez kell. Ez is a múzeumpedagógiai foglalkozások jegyében született meg, hiszen itt be tudjuk mutatni nem csak az eszközöket, hanem magának a technikát is. Hány év alatt lehet Lajos megtanulni egy botot kifaradni? Hát ahhoz nem évkül, hanem ahhoz időkül. És akkor külön az embernek a kezét, a fejét, a gondolkodását összekapcsolni, és akkor tudja boton vezetni azt, amit. Tehát föl kell azt mérni, hogy mi az, amit rá szeretnék, azt hogy helyezem el azt a mintát rajta, mit faragok köréje, hogy az mutasson. És hát a megfelelő anyagot, meg hát nyilvánvaló, hogy olyan idegállapotban kell lenni az embernek, hogy össze tudja ezeket a kezét meg a gondolatait kapcsolni, mert azt, hogy amikor szépen elterül a gulya, és kérdezik, hogy a két-három alatt, hát van idő faragni. De azt, hogy hát én most gyorsan
zsebbe vágom a dolgomat a szabad után, vagy nem lehet. Vagy az, hogy az embernek éppen más elfoglaltsága van a hétköznapokban, az az ember szakítson rá időt, és akkor az merüljön bele. Csak így lehet. Egy hosszú idő. Hát, én azt mondom, hogy szokták kérdezni a kedves vendégek, hogy mennyi idő megfaragni egy ilyet, vagy egy olyan botot, vagy amilyet. Én nem keresem neki az elejét, nem keresem a végét. Majd ha készen veszed, akkor még az utolsó pillanatosan aztán készen van, még mindig egy kicsit csak oda faragott, mert jobban néz ki, vagy jobban áll. Olyan, mint a festő, hogy utolsó esetét is még akkor is ráhúzza, amikor azt mondja, hogy kész. Ez is olyan dolog, hogy faragott az ember 5-6 botot például, vagy valami más tárgyat, de mindig azt szeretné, hogy ez valamivel különbözőjön, mint az előző. És akkor ez így folyamatában is úgy van, hogy megnézik az egyik kollégának a munkáját, csűzre nem jó, de jó, azok a virág mintákat rajta, hát na majd én is olyat akarok akkor, de még másképp. Megspejtölöm, hát ez így szokott lenni, hogy mindig rivalizáljuk ezt a faragást. Pásztor ember Pál Istvánnak hívták, juhász ember volt, meghalt sajnos most márciusban, 96 éves mesteremről van szó. Hát igazából az elkészítése az hosszú időszak, mert télen van kivágva ugye a bodzafa, át van fúrva, le van szedve a kéreg, fél évig szárad az alapanyag, és utána kezdte el az öreg megcsinálni a síp részét, megcsinálni rá a 6 darab játszójukat, és utána, hogyha az minden rendben volt, jó szólt, szép hangja volt a hangszernek, utána ő is úgy, mint Lajos, ahogy elmondta, hogy hogy választották ki a motívumokat, hogy faragtak. Ő a nagyapjától is tanult, mert ez például ez a virág motívum a Pál Istvánnak, a nagyapjának a furujáin és botjain is rajta van, ami a Balassagyarmati Múzeumban megtekinthető. És akkor utána szépen kidíszítettem, amikor megvolt a hangszer, és utána tudtam használni is, úgyhogy esetleg meghallgatják, hogy milyen hangja? Persze. Ja. Ugye a bent található Őseink Arcai című kiállítás a honfoglalás korának antropológiai kutatásának eredményeit tárja elénk. Ebben a kiállításban pedig egy picit későbbi korszak, tehát a középkor emberének az életviteléből adódó sajátosságokat, illetve ezeknek a test különböző csontjaira történő hatásait mutatja be a kiállítás. Így módon ugye preparált csontvázakon be tudjuk mutatni, hogy milyen különféle behatások, milyen sebesüléseket okoztak, illetve az életvitelből, tehát adott esetben a különféle folyamatosan végzett tevékenységből adódóan elváltozások jöttek létre a különböző testtájékokon, valamint megjelennek ebben a kontextusban a korszaknak a fő jellemző betegségei is. Ez az antropológiai témájú kiállítás bemutatja azt a nagy munkát is, amit az antropológusoknak el kell végezni, milyen picike kis nüanszokból, milyen kis apróságokból tudják a múlt nagyon-nagyon fontos, az ember életére nagy hatással történő eseményeit, ott esetben betegségeit is bemutatni. A másik része a kiállításnak pedig a régészet témáját mutatja be. Ugye a régészet itt nálunk húzószeren nagyon nagy hangsúlyan jelenik meg, kiállításai és tematikái van. Hát bizony ebben a kiállításban egy kicsit megpróbáljuk a régészetbe bevonni az ideérkező látogatókat.
a kísérleti régészet, amelyet megpróbálunk mindenki számára bemutathatóvá, illetve átélhetővé tenni. Két különböző típusú ember mutat be. Az egyik egy előkelő nemesi ember, aki többször sérülhetett meg harcokban, illetve a közvény sértette őt, míg a másik inkább egy jobbágy, aki a fölművelés okozta különböző csontkopások, a fertőző betegségeknek a tüneteit tudjuk bemutatni. Egy-egy testrészt azt le tudunk szerelni a csontvázakról, körbe tudjuk adni, így jobban meg tudunk vele ismerkedni. Nem csak magára a történelemre lehet itt felhívni a figyelmet, illetve az antropológiára, vagy hogy miért érdekes a Dr. John sorozatot nézni a tévében, hanem arra is, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni, akár a higiéniára, illetve a különböző egészség és egészséges életmódra is. Úgyhogy remélem a foglalkozásaink az majd elnyelik mindenki tetszését, és ebből a szempontból nagyon örülök neki, hiszen Szervonos Balázs a társa a 70-es évek óta folyamatos, és így reméljük, hogy a továbbiakban is majd akár maguk a régészek is, és az itt dolgozók is tudnak bemutató foglalkozásokat tartani. Napokban került átadásra a Balázs mellett található Family Hotel. A színvonal szállási lehetőséget biztosító létesítmény ünnepélyes megnyitóján beszédet mondott a hotel tulajdonosa, Balázs, valamint Kisták polgármestere is. A most következőkben a Family Hotel átadóján elhangzott beszédeket tekinthetik meg. Hölgyeim és uraim, hát elérkezett az a pillanat, amit be kell, hogy valljam őszintén, azért jó néhányan egy picit remegő lábakkal és kezekkel várunk. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a különleges eseményen, amikor annak lehetünk szem- és fültanúi és részesei, hogy Balástya gazdagodik egy autópálya hotellel. Hát egy kicsit lusta voltam utána nézni, de nagyjából 10 évvel ezelőtt volt az a pillanat, amikor szegediként ugye én is elmondhattam, hogy most már van autópályánk, és hát szerintem szegediként is, akár és a környékben élőként együtt büszkén mondhatjuk el azt innentől kezdve, hogy most már van autópálya hotelünk is. Ennek a megnyitóját tartjuk majd a következő órákban. Én Bálint K. Gergő vagyok, a program házigazdája. Szeretném megköszönni, hogy ilyen szép számban megjelentek, és azt is, hogy részt vesznek talán tudat alatt a parkolónk terheléses tesztjében, mert most elnézve ezt a rengeteg autót éppen ezt kezdtük meg. És hát nagyon izgalmas programok lesznek majd, én most a színpadra csak azért nem lépek fel, mert a lejutásom egyrészt kicsit bizonytalan lenne, másrészt pedig lesznek majd fellépőink, hiszen érkezik majd a Duma Színház előadója is ide a délután folyamán, hoz majd egy kis humort és egy kis lazaságot ebbe a programba. Ezt követően finom vacsorát is szervírozunk majd önöknek, és nem maradhat el természetesen a legfontosabb, a Family Hotel bejárása. Elsőként majd a sajtó munkatársait fogjuk megkérni, hogy tartsanak velünk, utána pedig kedves vendégeinkkel 2 turnusban fogunk majd körbejárni itt az épületben. Ez a mai rendezvény pedig a Széchenyi 2020 program keretében valósulhatott meg, és még egyszer köszönöm szépen, hogy eljöttek ide hozzánk. Kifele jövet egyébként a rádióban pont az Otthon itt van című dal szólt, és gondolkoztam azon, hogy mit is jelent az embernek az otthon. Ugye az a hely, ahol néhány órára, néhány napra, hétre, vagy akár egy fél életre álomra tudja hajtani a fejét. És hát nem tudom, hogy hányan járnak rendszeresen külföldre. Én talán Nyíregyházáig hódítottam meg egyszer egyhuzamban az autópályát, és bevallom őszintén, nagyon nem volt jó érzés, hogy nem lehet egy picit pihenni. Netán otthoni környezetben, ne adja az ég, és hát azok, akik netán akár a munka, akár a magánélet miatt nemzetközi vizeken is ugye utaznak, autóznak, tudják nagyon jól, hogy egy-egy fárasztó út után milyen jó olyan helyen lepihenni, egy picit feltöltődni energiával, élményekkel,
ahol az ember szívesen van, de mondjuk az nem is az otthon. Hozzáteszem azért, hogy ha az otthonom így néz neki, mint ide bent, nagyon sok minden, akkor nagyon boldog és büszke lennék. Látni fogják majd, hogy mind színekben, formákban, anyaghasználatban és kialakításban, tehát az összegész millió, én azt hiszem, hogy nagyon barátságosra sikeredett. Nem csak ezért egyébként a Family Hotel elnevezés, de a hotel nevének eredetéről, illetve ennek az intézménynek a pontos céljairól, ugyanis nem csak a szálló vendégeket, az átutazókat fogadjuk majd itt, lesz nagyon sok minden, már a feliratokból is látható, a vendéglátás több formája is helyet kapott itt. Ezekről a bizonyos elképzelésekről szól most a folytatásban elsőként. Az egyik tulajdonos, mégpedig Szulejmán Tascsi urat szeretném megkérni a megnyitó beszédre. Köszönöm szépen! Én köszönöm szépen! Lehet hallani? Megmondom őszintén, nem is tudtam, hogy ilyen beszéd ennyire nehéz lehet. Először tartok ilyen, de megpróbálom legjobbat hozni. Kedves vendégeink, tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Külön szeretném köszönteni a Balázstéhi Polgármesteri Hivatalból Újvári László polgármester urat. És Magyar Mihályné jegyzőasszonyt, Kisteleki Polgármesteri Hivatalból Nagy Sándor polgármester urat. Köszöntöm Veszély Tamás igazgató helyettes urat a Darfi Non-Profit Kft. Képviseletében. Tisztelettel köszöntöm együttműködő partnereinket, a sajtó képviselőit és minden kedves vendégünket. Régóta várok erre pillanatra, hiszen most már hivatalosan is bejelenthetem, hogy szállodánk a Family Hotel megnyitotta a kapuit. Egyelőre csak az Önök tiszteletére, ugyanis nagy közönség számára július közepétől lesznek elérhetőek szállodánk szolgáltatásai. És ebbe van egy kis mini sztorink is, mert mi is régiektől hallottunk, az, aki most már 60-70 éves korban van, azt mondták nekünk, 40-50 évvel ezelőtt egy malom működött ezen a területen. Mi is úgy döntöttünk, hogy a múlt emléket tovább visszük. Így szállodánk szimbóluma is egy malom lett. Ugyanakkor nem csak múlttal kell foglalkoznunk, hanem jövővel is, és hiszünk, hogy a jövő pedig családokban van. Azért választottuk a Family Hotel nevét. Ha néhány mondatot kell mondanom a szállodákról, szállodánk 3 csillagos, de 4 csillagos színvonallal várjuk megpihenni vágyó családokat, az országon áthaladó tranzitforgalom utasait is. A Family Hotel ideális megállóhely rövid pihenésre vágyóknak is, akik csak egy kávét és friss péksüteményt szeretnének. Önkiszolgáló bisztrónkban egyszerűen és gyorsan elfogyaszthatják vendégeink a kiválasztott ételeket. Az à la carte éttermünkben, valamint a grill teraszunkon pedig frissen elkészített finom ételekkel várunk mindenkit a magyar és a nemzetközi konyha széles választékával. Hozzáteszem, valamennyi török is lesz. Ez nem volt írva benne. A kolléga elfelejtett írni. A hosszabb pihenésre vágyókat, 65 igényesen berendezett, azokat nem sokára fogunk látni, szoba várja, melyek egyedi hűtő-fűtő szellőztető rendszerrel vannak felszerelve. Vendégeink standard szobák, családi szobák és lakosztályok közül válogathatnak, illetve 2 akadálymentesített szoba is megtalálható hotelünkben.
a hangulatos, tágas lobbiban található bar 24 órában áll rendelkezésre. A földszintben található, vasárnap is nyitva tartó marketben útravaló üdítők, élelmiszerek és különböző színekek mellett ajándéktárgyak vásárlására is lehetőség nyílik. Szállodánk szolgáltatásaival rendezvény szervezőket is szeretnénk megszólítani, hiszen hotelünkben rendezvények és konferenciák szervezésére is lehetőséget kínálunk. Bízom benne, hogy szállodánk szolgáltatásaival sokaknak örömet és kellemes időtöltést szerzünk majd, melyhez közel 40 fő személyzetünk biztosítja a profi vendéglátást és háttérmunkát. És szeretnénk köszönetet mondani Magyarország kormányának és az Európai Uniónak, hogy közel 360 millió forinttal támogatták a beruházásunkat. Illetve köszönöm minden együttműködő partnerünknek, akik áldozatos munkájukkal részt vettek a szálloda tervezésében, építésében, kivitelezésében. Végezetül szeretném megköszönni, hogy elfogadták a meghívásunkat, és mindenkinek kellemes időtöltést kívánok. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Megint ez a rossz magyar kétés ér is, elnézést kérek. Köszönöm szépen! Mi köszönjük szépen a gondolatokat. Én meg köszönöm, hogy csak magyarul beszélhetek. Lehet, hogy nekem is lettek volna azért, hát hogy is mondjam, küldetéseim. No és kedves vendégeink, hát én bátorkodom azért, és magamra vállalom ennek a kijelentésnek azért minden következményét, hogyha az ember a magyarországi autópálya hálózaton körbenéz, és igényes, tényleg családias, színvonalas, nívós szálláshelyet keres, akkor azért sokáig kell keresgélni, de most már nem, hogyha Balástya felé tart, ezt most már elmondhatjuk, és ennek igazán hálásak lehetünk. Júliustól, tehát ahogy hallottuk már a nagy közönség számára is, csillagokat tekintve pedig, ugye mindig ezt nézi az ember először, tényleg a jelzett három csillag ellenére azért látni fogják majd önök is, hogy nagyon sok kivitelezési megoldásban tényleg a négy csillagot hajazza az, amivel majd itt találkozni fognak. Amivel pedig találkozhatnak majd 6 óra magasságában a vacsorával, viszont a köszöntő beszédeknek még nem értünk a végére, és hát én ezt az előbb ugye felvetettem, hogy talán Balástyával együtt a környékben élők is magukénak érezhetik majd ezt az autópálya hotelt, és bízom benne, hogy ebben majd megerősít engem a község polgármestere. Újvári László urat, Balástya község polgármesterét szeretném most akkor a mikrofonhoz szólítani, hogy akkor szóljon egy-két szót. Tapsoljuk meg őt, köszönöm szépen! Kedves jelenlévők, nagy tisztelettel köszöntök minden megjelentet ezen a gyönyörű szép ünnepi pillanaton. Külön köszöntöm a cég tulajdonosait, a beruházás igazából elsősorban nekik köszönhető. És természetesen köszöntöm a munka során a tervezéstől az utolsó kivitelezési pillanatig zajló események felelős vezetőit, dolgozóit, és minden kedves érdeklődőt. Az előbb már a fölvezetőben érintették, például Gergő érintette, azt mondta, hogy nagyon helyes, amikor egy európai megközelítés, a lehetőség egy út mellett megpihenési alkalmak is vannak. És így fogalmazott, hogy autópálya hotelünk épült. Ezt én egy kicsit büszkeséggel, remélem szerintelen, nem tűni szerintelenségnek, de büszkeséggel tölt el, hogy azt látom, hogy egy ilyen beruházás Balástyán létrejöhetett. És higgyék el, kedves jelenlévők, nagyon sok munka kellett ehhez, amit elsősorban természetesen nem én végeztem el, de azért szeretnék ennek a kronológiájáról egy néhány mondatot önöknek elmondani.
Még mielőtt belecsapnák abba, hogy mi történt attól a pillanattól kezdve, amikor 2006-ban Szulejmánnal megismerkedtünk, és jó néhány alkalommal, például emlékszem, első esténként találkoztunk a polgármesteri hivatalban, és az érintett ingatlan tulajdonosok is, akik az első gondolattól kezdve érintettek voltak ebben a projektben, személyes találkozók, egyeztetések voltak, és hosszú éveken keresztül a tervezések, a pályáztatások, és ezt követően majd a kivitelező kiválasztása, és sok-sok munka folyt, hogy el tudtunk jutni 2015. június 30-ához, ehhez a szép ünnepi pillanathoz. Tehát az előbb hallottuk azt, hogy egy autópálya hotel épült. Egy kicsit még előrébb mennék a történetben, M5-ös autópálya építése 2004-től kezdve. Amikor megkezdték az autópálya építését, nagyon emlékszem, hogy Kiskunfélegyházán az alapkőletételű ünnepségen ott voltam, és akkor megrőkönyödve tapasztaltam azt, hogy az eredeti tervek szerinti Balázscsei lehajtót most nem biztos, hogy meg fogják építeni. Ezt követően ugyanígy nyár eleje volt, ezt követően sok-sok egyeztetés, lobby tevékenység, országgyűlési képviselőket, hangsúlyozom, jó néhány országgyűlési képviselőt és politikai identitástól függetlenül sikerült ebbe a történetbe belevonni, és elérkezett az a bizonyos 2004. szeptember 12-e, amikor a Magyar Köztársaság parlamentje úgy döntött, hogy mégis eredeti tervek szerint a Balázscsei lehajtót első ütemben megépítik. Ugyanis folyamatosan az akkori gazdasági minisztériumban azzal biztattak, hogy polgármester úr, ne tessék megijedni, hogy most nem építjük meg ezt a lehajtót, de Isten bizony, utána egy következő lehetőségnél ezzel élni fogunk. És elnézést, hogy ilyen kis népies kitérőt teszek, de kicsit úgy éreztem, mint a kutya vacsorája este későn. És innentől kezdve, amit az előbb mondtam, az egyeztetések, lobby tevékenységek elindultak, és szinte majdnem egybehangzóan az akkori, egyébként az akkori kisebbi kormányzó párt nélkül sikerült akkori politikai vezetés, illetve az ellenzék részéről is mindenki megszavazta ezt. Innentől elindult a Balázscsei lehajtó építése is. Nem az időt akartam szaporítani, illetve húzni azzal, hogy ezt elmondtam, ezt a néhány mondatot, hanem azt szerettem volna érzékeltetni, hogy amennyiben itt nem volna lehajtó, akkor itt most itt a pusztaságban beszélgethetnénk, és hallgathatnánk az autópálya neszét a távolból. De mikor ez megépült, innentől kezdve, és higgyék el, hogy nem nagy szavak ezek, de még inkább közelebb kerültünk Európához, innentől kezdve akár délre, akár észak irányba indulunk, néhány óra, és Európa bármelyik városába, országába el lehet jutni, és innen következően nem lehetett hátradőlni, hanem ez egy újabb feladatot indukált Balázscsei község önkormányzatának. Hál' Istennek képviselőtársaimmal együtt maximális egyetértésben láttuk azt, hogy a következő a településünk feladata, ki kell alakítani egy olyan vállalkozások fejlesztésére alkalmas milliót, ahova várhatjuk azt, hogy joggal várhatjuk azt, hogy az elkövetkezendő években, és akkor még az sem, illetve csak egy távoli álom volt, hogy Európai Unió és az azzal kapcsolatos fejlesztési lehetőségek, hogy hogyan lehet majd fejlesztéseket eszközölni, és hogyan lehet gazdaságot élénkíteni. Apropó gazdaság élénkítés, kialakítottunk egy gazdaságfejlesztési övezetet, és itt ez elsősorban az autópálya és a belterület közötti szakasz, és ezzel együtt infrastruktúrális fejlesztések is történtek, ivóvízhálózatot ide kivezettük, illetve gáz és elektromos hálózat fejlesztése. Nem régen fejeződött be, az igaz, hogy egy turisztikai jellegű beruházás, egy kerékpárút építési program, amiben innen és vissza a falutól is el lehet jutni. És itt szeretném önöknek elmondani azt, hogy szerintem nem hiába volt ez az igyekezetünk, és én biztos vagyok benne, hogy ez a folyamatnak csak ez nem a vége, ez inkább a jó erős kezdete, tehát ezt sok mindennel nem hogy lehet, hanem kell is még fejleszteni. Csak szeretném elmondani, hogy a Family Hotellel együtt, a Family Hotel már a negyedik olyan vállalkozás, ami ebben a térségben megnyílik, kettő már megnyílt, és még egy, ami folyamatban van, igazából a kettő, illetve a Family Hotellel együtt három, elsősorban ilyen turisztikai jellegű lehetőséget, fejlesztést biztosít, és van egy negyedik, egy gazdaságfejlesztési lehetőség.
és ez nem sokára el is meg fog nyílni. És én igazából a mondandóm vezérfonalát úgy tudtam elképzelni, illetve úgy szerettem volna elmondani, hogy egy település szempontjából egy 3600 lelkes falu, délalföldi település, Csongrád megye északi részén lévő település szempontjából miért fontos egy ilyen beruházás. Ha csak azt nézzük, igazgató úr nagyon szépen elmondta a projektnek azt a pénzügyi részét, amit itt el kellett mondani, illetve egy néhány műszaki paramétert is érintett, és úgy tudom, hogy nem sokára vizuálisan is mindenki megtapasztalhatja azt, hogy milyen fejlesztés történt, de én szerintem ez egy településnek ennél sokkal tovább mutat ez a lehetőség, és higgyék el, ne csak az adóbevételt nézzük, hanem nézzük azt a 40, információim szerint 40 körüli alkalmazottat, akit felvettek, vagy közeljövőben fel fognak venni, ennek körülbelül úgy tájékoztatott ügyvezető úr, hogy fele Balástyai, és szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen örülök neki, hogy Balástyán van, nekem ez a legfontosabb, meg az a legfontosabb, hogy hány Balástyait tudnak alkalmazni, de az ugyanolyan fontos, hogy az egész kistérség, a kisteleki járástól kezdve, akkor Forráskút, Szatypasz irányába, ez mind gazdaság élénkítési lehetőségeket biztosít. Szerintem ez lesz a legfontosabb a jövőben, ezeket kell a jövőben nézni. És az, hogy most létrejött egy ilyen beruházás, és hogy ennyi embernek ad lehetőséget, ezt szeretném tisztelettel megköszönni. És akkor egy kicsit még a 2006-os találkozónktól kezdve, amit elmondtam, hogy ott jó néhányszor egyeztettünk, találkoztunk, a pályázatok során lévő, mondjuk úgy, hogy kisebb segítés vagy lobby tevékenységtől kezdve sok minden benne volt. Közben voltak azért döccenők, de én szerintem, aki egy hasonló beruházás, sőt, sokszor a kisebb beruházást is megtapasztalta, az láthatta, hogy nagyon sokszor vannak döccenők és nehézségek, amin viszont urrá kell lenni, és hál' Istennek itt a beruházók és a kivitelezők ezen urrá lettek. Kedves jelenlévők, én az önök jelenlétében szeretném tisztelettel megköszönni a cég vezetőinek ezt a lehetőséget, hogy annak idején 2006-ban, amikor elkezdtünk együtt gondolkodni, nem a másik településre mentek, hanem Balástyán történt ez a beruházás, és ez településünket gyarapítja, illetve az egész térséget gazdagítja. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, gratulálok a cég vezetőinek, és erőt, egészséget és sikeres vállalkozást kívánok tettek. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Köszönjük szépen a gondolatokat, polgármester úr. Bár a törvény nem tesz rá lehetőséget igazán, de én is szívesen emlegetem majd egyébként a balástyai lehajtót, nem csak a kínáló Trafipax vonatkozásában, de a hotelt illetően is. De hát sajnos ebben nincsen szabad kezem. Ellenben az internet szabad, és azt hiszem, hogy ha az előkészületeket nézzük, akkor nagyon megtisztelő az a bizalom, amelynek könnyen lehet, hogy az itt jelenlévők is részesei, mégpedig az, hogy elkészült már előzetesen a hotel közösségi oldala a Facebookon, és közel 800 lájkot kapott az oldal, úgyhogy gyakorlatilag az odatérő látogatók csak néhány információt, a tervezett ételkínálatról képeket, illetve grafikus rajzokat láthattak arról, hogy miként is néz ki majd a hotel, de már nagyon pozitív visszajelzések érkeztek egyébként több nyelven is, és bízom benne, hogy ez a legalább 800 ember ebben az évben még sikerrel ellátogat majd ide is, ha csak átutazóban is, ha csak egy éjszakára, hiszen tényleg az internet világából azért nagyon sok felől tudnak ránk figyelni. Reméljük, hogy előbb-utóbb velük is találkozhatunk majd, és bízunk abban, hogy amit láttak, tetszeni fog önöknek, és azért a legfontosabb még ebben a digitális világban is természetesen az emberi szó, az átadott gondolatok és jó hírét viszik majd a Family Hotelnek. A bejáráson minden apró szegletét megmutatjuk majd természetesen a komplexumnak. De egyelőre még zárva van, úgyhogy mindent megelőzően egy ünnepélyes megnyitóra kerítenénk most sort. Elsőként a sajtós kollégákat kérném meg arra, hogy itt a Family Hotel alatt a főbejáratnál gyülekezzenek, hogy képben, filmben, mindenben tökéletesen meg tudjuk örökíteni ezeket a pillanatokat, és akkor már is előkészítjük a hotel főbejáratát a megnyitóhoz. Hm.
valamint Kisteleg polgármestere is itt van köreinkben. Nagy Sándor urat is szeretném ide szólítani az átvágáshoz. És hát lehet, hogy nem a legmegszokottabb formája ez egy ilyen ünnepélyes pillanatnak, de legyenek részesei önök is, azt szeretném kérni, legalábbis a pillanatig történő visszaszámlálásban közösen a szalag elvágását várjuk meg így együtt tehát, és akkor 5-től számolhatunk vissza együtt egészen bátran. 5, 4, 3, 2, 1. És egy kis mementó természetesen a szalagokból a jeles pillanat emlékére. Művészeti iskola majálisa már tavaly is számos igényes zenei produkcióval örvendeztette meg a negyedelmű közönséget. A helyi illetőségű zenekarok és társcsoportok mindig garantálják a színvonalas produkciókat, melyek közül most egy válogatást tekinthetnek meg. Jó szórakozást kívánunk! Vezényel Cilok Zoltán, játszik a gyermekfúvós zenekar.
Tehát következik a Művészeti Iskola Klarnét Kamara Együttese, illetve Fafós Kamara Együttese, Néger Spirituálit, egy olasz dalt, és egy plusz meglepetés számot fognak előadni. Batyik Simonetta, Györgyán Gergő, Szabó Péter, Szombathelyi Anna, Tóth Anna Zita, Vastag Vilmos, Klarinéton és Kovács Kincső szaxofonon fog játszani, és Peteréka Berenike a tanárnő, aki betanította őket. Azt is hozzátenném, hogy a kis zenekar szólam betanításában a fafúvósokat is ő készíti föl. Bojtocska csoportja fog következni. Ez kb. Annyit jelent, hogy a Művészeti Iskolai Néptánc Együttest nevezik Bábabokrának, ami tulajdonképpen nem más, mint a szivárvány. És a Bojtocska a legkisebbek csoportja, és a koreográfia és jelmezek munkáját Bodor Luca készítette, a táncokat betanította Szatmári Éva, és a zenét a Betyár Banda szolgáltatja, és a produkció címe Aranyszőrű Bárány. Thank you.
biztosan kíváncsiak rá, hogy kik is a betyárbanda. Most már állandó közreműködői a művészeti iskolai programoknak, illetve gyakorlatilag a tanításunk részei. A hegedűnél Bradanovics Bernadett, és ő a megálmodója ennek a bandának. És Bodor Luca énekel egyébként majd egy később produkció során a betyárbanda tagjaként, és Tornási László volt a brácsás, és a Kalmár Gergő a bőgős. Hát ő az iskolán tanár, és számtalan hangszer mellett most a bőgőt is nyüstöli. Kis pakolászás után színpadra szólítom az ifjúsági kórust. Őket Horváth Ágnes tanítja be, és azért elmondanám, hogy Kisteleken egyre nagyobb hagyománya van a kórus éneklésnek, és mindennek alapját úgy érzem, most már el lehet mondani, hogy a művészeti iskola képviseli. Persze természetszerű, hogy az általános iskolai énektanároknak is igen nagy része van abban, hogy a gyerekek kórusban tudnak énekelni, de azért Ági kerül kapcsolatba leginkább ezen a téren a gyerekekkel a szolfés oktatás kapcsán egyrészt, másrészt pedig ugye kívánalom szerint jöhetnek a gyerekek. Most az ifjúsági kórus, amelyik fel fog lépni, emellett gyermekkórus is van, Liszt Ferenc hajnalozó, Bárdos Lajos az árnyírus kismadár, Bárdos Lajos szintén Tücsök lakodalom, illetve Bartók Eszter búcsúdal, Horváth Ági fog zongorán kísérni, illetve majd Mészáros Rudolf és Horváth Ágnes szintén más hangszer közreműködésével segíti a kórus munkáját. A hajnal fénye a távolbi éjszakán, a vígba csírt a szárnya, és szól a csaptogán. Már rózsaszín az ég volt, és vár a fénysugár. A újra látszik, a völgy is fényben áll. A rózsa kelyhet árul, a szívok száza ég, és harmad könyvtől lázva, az égre nézve mind. Tá
Bízom benne, valami
az utolsó produkció, a Cup Song, az egy nagyon érdekes feldolgozás volt. Azt mondja rá a Cirok tanár úr, hogy sörös korsóval ezt nehezebb csinálni. Hát ilyen a gyermeki romlatlanság, egyrészt jó nekik a műanyag pohár, másrészt nem keverik össze. Szóba se jött a sörös korsó természetesen. Nagykorukra meg már ilyesmit nem játszanak, mert félnek, hogy kilöttjen a sör. Hát természetes, de nagyon szépen köszönjük. Mindenkit megleptetek, gyerekek, és mindenkinek nagyon tetszett, úgy látom. Hát igen, hogyha jó kedvből énekelnek a kórus tagjai, akkor ez a kórus nagyon sokáig fent fog állni. Most a Fúvós Kvartett következik, készülődnek a srácok, és Kalmár Gergő közműködésével és vezetésével. Mindjárt megnézem a produkciók címét is. Egy polkát fognak előadni, és La Tuba című szerzeményt, és Guba Zoltán tenorkürtön, Sutka Máté tubán, és Kalmár Gergő tubán, illetve Magyar Arnold tenorkürtön fog játszani. Őket követi majd a Majorett produkció, azért ült le ide a zenekar oldalra a színpadon már, hogy kevesebb technikai szünet legyen. I'm going to go to the hospital.
következő adásunkat július 7-én kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvényfelvételeinkkel jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délután 10 órától, míg pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!